Az Ashoka hatodik epizódja egy egészen új világot ígért a rajongóknak, és ez magában foglalhatja a zombi rohamosztogosokat is, akik nagy valószínűséggel tényleg debütáltak a franchise-ban. A hatodik részben ugyanis megérkezett a Csiz főadmirális Trón, aki a Peridea bolygón rekedte egy másik galaxisban, és Trón szövetséget kötött az énővérek boszorkányaival, akik a Perideán telepedtek le, mint ősi szülő és nagy eséllyel a boszorkák mágia tette lehetővé Trón számára, hogy kapcsolatba lépjen Morgan Esbettel, de úgy tűnik, hogy más hasznos dolgot is kapott a boszorkáktól, egy seregnyi katonát, akiket irányíthat. Ahogy az látható volt a rész során, trónak egyedi rohamasztagasai vannak, akik hűségesen szolgálják őt a Kiméra nevű csillagrombolója fedélzetén, és az árt feliratozású feliratok megerősítették, hogy Night Troopereknek hívják őket, és a páncéjuk csatában megsérült szakadásait a Peridea ősi társadalmából származó relikviákkal javították meg, és még árulkodóbbak a fehér páncéjukat átszó vörös szálak, ugyanis ez az éjnővéreknek a színei. A színösszeállításuk és a nevük alapján egyértelmű, hogy ezeket a katonákat a boszorkányok mágiája állította össze, belértve a század vezetőjét, Énok kapitányt is. Hivatalosan még nem erősítették meg, de halála során voltak arra jelek, hogy Morgan sötét oldal inquisitora Márok az énővérek mágiájával feltámasztott harcos volt. Itt is ugye rengeteg teória volt, én is készítettem videót, hogy ki lehet Márok, aztán hát ki lett egy senki, egy új karakter, akit azért hoztak be, hogy legyen egy bedes ellenség, és hogy meg tudjanak ölni valakit. Ennyi. És elég nyilvánvaló, hogy kell lennie valami újfajta erőnek azon kívül, hogy egy jól szervezett és jól vezetett birodalmi serege van a főadmirálisnak, és a zombik egyébként már korábban is megjelentek a Star Wars-ban, különböző könyvekben, és az ötlet, hogy a Night Trooperek fő antagonisták legyenek a Mandoverzum idején, hát ez egy egészen elképesztő koncepció lenne, amit remekül lehetnek vitelezni, és a trónnak van egy hadseregnyi katonája, akiket úgymond szinte bármikor újra hasznosíthat, mert szinte tényleg akármikor feltámaszthatják őket, hogyha természetesen ezt még el tudják nekünk mondani, hogy hogy működnek itt a katonák, de egyelőre én így gondolom ezt, hogy bármikor fel lehet támasztani őket, és szóval ez egy olyan fenyegetést jelent a galaxis számára, amilyet még nem is láthattunk a Star wars -ban. és ha jeleneteket nézzük, akkor is olyan szörnyűségesek lennének, amilyenben a franchise nagyon-nagyon ritkán merül el. És nyilvánvaló, egyértelmű, tudjátok, ti is: az Aszokás Sorener D. Filoni fogja rendezni az új köztársaság idején játszódó és a Mandóverzumot lezáró filmet, amely valószínűleg egy nagyköltségvetésű háborús film lesz, és ha hőseink megküzdenének az élőhalott hadsereggel, akkor szinte hát minden rajongót kielégítened Filóni, Nyilván van, lehetne olyan rajongó, akinek nem tetszene, én imádnám, ezt most leszögezem, hogy imádnám, és Filoniek olyan terekre lépnének, amik teljesen új lenne a franchise élőszereplős formátumától.